Lucifraktort elkobozta az iskola mesteretek? Ott van az irodájában. Könnyen visszaszerezhetjük. Gyakorlatilag csak igazgató helyettes, szóval... Igen, csendben. Ezért még könnyebb a dolgunk. A Lucifraktor a legnagyobb veszély, ami ránk lesekedhet. Egy napot kaptok visszaszerezni, különben lerohanjuk az iskolát. És azt nem szeretnétek. Ez fenyegetés volt. Ne parázz, Stan nem okozhat gondot. 200 éven át Whitechapel a természet feletti mocsok gyűjtőhelye volt. A rend építette a várost, és ideje, hogy visszavegye. Mennem kell dolgozni. De már itt kell lennie. Kerested az elnél, mint Lucifraktor? Sehol sem látom. De megvan az űrlény DNS detektorunk, és a Psionic sisakunk. És zárták szeme. Fel sem fogta, mennyi varázs cuccot szedett el tőlünk. Haver, megtalálta a Lucifraktort? Nem, még jobbat. Az örök flaskám volt. Végtelen gyökérsör. Benny, most nem ezt keressük. Csak ugyan. Halljam, mit kereste? Magyar hangok. Szalai Csongor. Andrádi Zsanett. Ungvári Gergő. Timon Barnabás. Sipos Eszter. Orosz Anna. Herman Lilla. Babó Györgyi, Gál Péter. Vámpírunk a gyerekcső. Ti kis renitensek, ülhettek az irodámban az év végéig, ma pedig büntetésben vagytok, úgy naplementéig. Menjetek órára. Mennem kell, öreg. A terror szivárgást okozhat. Ez nagy hiba volt. Még a tegnapi randinkra gondolsz? Nem, Bennyvel épp... Várj, mi? Szóval a randing tévedés volt? Hát, azt hiszem, ha szerinted is. Jó, igen, na. De azt hiszem, néha muszáj kipróbálnunk valamit, hogy tudjuk, milyen szörnyű. Ó, persze. Igen. Milyen szörnyű lehetett? Te is mondtad, hogy tévedés volt. Félig poénból, és nem gondoltam, hogy már is egyetért. Tök mindegy, kipróbáltátok bizonyosokból, és így végződött. A vacsi bekrepált, ránk támadt egy láthatatlan szörnyeteg, és egy égkő vámpírokat ölt. Tanúság, ne randízz gyíkokkal! Benny, Sarah szerint a randing tévedés volt. Durva. És azt hiszem én is azt mondtam, szörnyű volt. Haver, extrém durva. Tudom. Csak hogy úgy zavarba jöttem, hogy egyetértettem. De szerintem nem volt olyan vészes, mert eltekintve mindattól, ami történt. A csajozós tapasztalataimból ezt tanultam. Sétálj el és hagyd ennyiben. Velem ezt szokták. Igazad van. Hagyjuk a magánügyeket. Igen. Megkérhetném Sarah-t, hogy szerezze vissza a Lucifraktort. Szerinted szívesen segítene? Hiszen most egyet. Vagy tejtetted. Mindegy, ez szakítás. De siess. Nem szeretnék egyedül ülni föci órán. Hát, már majdnem emlékszel, hol van Svájc. Már közeledek, ugye? Igen, már nem a térkép kék részére mutatsz. Úgy látom, valaki vágyik egy kínos beszélgetésre. Sarah! Menj el!
Most nem. Nem hajlandó dumálni. Figyelj, a csajokkal szerzett tapasztalatomból megtanultam, hogy a beszélgetéssel semmire sem jutunk. Nekem sose jött be. Észszerű. Szóval, hogy szerezzük vissza a lucifraktort? Bum! A projekciós gyűrűm. Sztörn elvettem, mielőtt kipróbálhattam volna. De lenyúltam, mielőtt elkapott minket. Tehát bárki külsejét megkaphatod? Igen. Ki akadályozná meg, hogy Sztörn belépjen az irodájába? Büntetés! Szuper büntetés! Béna kalap! Te... Ajánlom, hogy tanulj! Menőnek hiszed magad, Brady. Laza vagy és undok Benny Virrel, pedig nyilvánvaló, hogy ő sokkal jobb arc. Repülsz a foci csapatból! Örökre! Emészd meg! Ti? Most megúsztátok? Titkárnő néni, túl sokat dolgozik. Szabad napot kap. Ó. Oh. Üdv. Hello. Azt hittem, a késő ebédelőknek oszt ki büntiket. Tegnap teljesítettem a kvótát. Akkor csak álmodik. Nem álmodom. Tehát erre képes. Eszembe sem jutott kipróbálni. Megmagyarázhatom. Ó, abban biztos vagyok. Varázsló vagyok, egy varázsgömböt keresünk, és itt önnek víziói vannak. Benny, már olyan régen elmentél. Egyébként, ha kérdezik, bonyolult vesebetegséged van, ami... Ráér. Átnéztem Sztörn irodáját. Nincs ott a lucifraktor, de... ezt találtam. Neked szól. Sosem hittem volna, hogy látnok vagy. És hogy tudomásod van a lucifraktorról. A denevérek a családomtól lopták el a lucifraktort. Majd elvették tőlük Whitechapelt is. Most, hogy az egyik megvan. Visszavehetem a másikat is. Az ők apám, Galen Sinestero, most büszke lenne rá. És ha azt hiszed, hogy az utamba állhatsz, íme egy kis ízelítő az elkövetkezendőből. Benny, Sztörn tud rólunk. Tudja, mire való a lucifraktor. Csinált feled valamit? Nem. De biztos van valami zseniális terved ellene. Mi az? Mondj el mindent. Még nincs tervem. Minden eddigi ellenfelünknél erősebb. Köszönöm ezt a kéretlen, de ugyanakkor oly pontos dicséretet. Ethan, jól vagy? Mi van veled? Mi? Veled mi baj van? Annyira nem volt pocsék a randi. Ethan... az... anyukád szerint bekattantál. Ha akarod, ölelkezhetünk, bár... nem ölelnélek meg, de... dumálhatunk. Mutasd a kezed! Most! Olyan, amilyen volt, haver. Hát, amikor utoljára láttalak, Sztörn voltál. Nála volt a gyűrűd. Nem emlékszem, mi volt, miután besúrantam hozzá. Nemrég ébredtem fel otthon. Közben csináltam egy szuperszenyát. De fogalmam sincs, mi lehetett benne. Fura. Mindenki hallott, Benny. Látom őket. Mind meghaltak. Ethan, nyugi, haver, szóval... látod a halottakat? Benny! Tuti semmi bajom. Nem, ez nem igaz. Hát jó.
A nagyival megvizsgáltatjuk az agyadat. Itt történt valami. Kipucolják a polcokat. Biztosan festésre készülődnek. Tudják, hogy elvitték a lucifraktort és menekülnek. Téged, kinevezlek őrnek. Állj ki a belső kamra bejáratához. Klassz! Mondhatom, hogy állj! Vagy esetleg... Ki van ott? Oké. Igen. Szere barátod is cserbe hagyott minket? Csak egy pocsék randi utóhatását jövi. Itten síró pityogó lett. Ha nem szerzi meg a lucifraktort, nem lesz feje, amivel sírjon. Van valami? Igen. A fejében? Igen. Nagyon vészes. Bocsánat. Itt nagyon erős félelemkötés alatt állsz. Mindnyájan meghalunk. Nézd rám, most. Amit látsz, az nem valóság. Nincs egy karó a fejembe döffe. Mert valójában nincs is feje. Ez Sara. Ki kell innen Whitechapelből. El kell innen mennünk. Nem, maradnunk kell. Beszélnünk kell vele. Készen állunk. Itt, nézz Sarára. Stern akarja, hogy félj. Miért? Mert tudja, hogy te megállíthatod őt. Csak keresned kell valamit, ami erősebb a félelmednél. Sara az, akit a leginkább szeretnél megvédeni. De én vagyok a legjobb barátja. Bármilyen kamasz ostobaság uralkodik el rajtatok, szeretitek egymást. És hinned kell nekem, ez erősebb bármilyen mágiánál, amit Stern bocsátott rád. Lássuk, mivel állunk szemben. Mi történik? Nem kéne víziót kapnok. Nem is kaptál. Az elmémben vagy. A képességeid erősödnek. Az üzenet egy hurokba küldött, ahogy engem is. De ez túl sok nekem. Pihennem kell. Neked meg legyőznöd a félelmeidet. Erősebb vagy, mint hinnéd. Győzhetsz. Mi történt? Nagyi! Mi történt? Stern mágiája. Rendbe fog jönni, de egy ideig most ilyen lesz. Magunkra maradtunk. Hogyan tovább? Megkeressük Sternt és megmutatjuk neki. Nem lehet olyan nehéz. Rusnya öltönyökbe jár. Igaz? Kijárod! Halljam, kijárod! Mutatkozz meg, felemat! Stern igazgató helyettes! Oly régóta vágytam erre. Nehezebbnek képzeltem. Az igazgató helyettes mindenkit lelucifraktoroz. Stern igazgató helyettes, kitépném a gerincét, mióta bezárta a szürkület klubot. Ne! Magába szippantan a lucifraktor. Hadd legyen övé a város. Ő ember, majd visszatérünk, amikor öregkorában meghal. Ha küzdelem lesz, itt maradok a barátaimmal. Nem hagyom itt Sarát, ha ez kiirtana minket. Ti ketten velem jöttek. Nem igaz? Igen. Whitechapel, védje csak meg magát. Na jó, tudod mit? Ami sok, az sok. Haver, már ezernyi dinka szörnyűséggel szembeszálltunk, és mindig győztünk. Bár azért legtöbbször majdnem veszítettünk, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy te szoktad összehozni a tervet. Mindig te! Úgyhogy szedd össze magad! Beszéltem Erikával. Rorival elmennek a városból, az egész vámpírtanács elmenekül. Ethan, segítened kell. Ha nem állítjuk le Sternt, gőzöm sincs, mi lesz velünk. Figyelj! Nem hagyhatom, hogy bajotok essen. A nagyid azt mondta, hogy keressek valamit, ami erősebb a félelemnél. Azt hiszem, megvan. Gyertek!
Éreztétek ezt? Öcsém, ez meghitt pillanat? Már jól vagyok. Nem engedhetek a félelmemnek. Sikerülni fog. Magunk vagyunk Stern ellen. Akkor hívjuk vissza Jessit a számüzetésből. Srácok, ne parázzatok. Jól átgondoltam, és ez a legjobb esélyünk, Willy? Sarah! Úgy érzem, nem nagyon örültök, hogy láttok. Megmartad a legjobb barátomat! Így ki kellett szívnom a mérget, pedig tudtad, hogy mi lesz. Szívesen sajnálkoznék is, de jóval szörnyűbbeket is műveltem. Ez ráír. A férfi, aki elvette a Lucifaktort, egy varázsló utódja, akit legyőztél. A Sinestero család bosszúja. Döbbenet. Halljuk, hogy tudtad legyőzni az ő apját. Imádta a hatalmát. Imádta bizonygatni. Hagytam, hogy kiírtsa a nyájam nagy részét, miközben mögé settenkedtem, és... szárazra csapoltam. Megmondtam, hogy gonosz voltam. Itt fogunk várni. Muszáj követnünk. Olyan félelmetes. Nem tudom, nem a te ötleted volt. Kövessenek, hiszen követni akartok. Igen. Követni akarlak téged. Igen, követni. Ó, hát elkéstünk Kabuliból. Hová mehet a Stern? A hívó. Más közösségekkel kommunikáltunk vele. Ő meg kivetítheti a Lucifraktor erejét a teljes városra. Ethan, úgy örülök, hogy eljöttél. Már mondtam a halott emberek látványát. Egyet azért elnézegetnék. Benny? Elbeszélgettem Bennyvel, amikor rajta kaptam. Nos, elég egyoldalú csevegés volt. Gondoskodj kérlek a barátaidról. Ügyes fiú vagy. Benny! Ki kell ittatnunk Bennyt? Elfogadható veszteség. Nem, nem az! Mi olyan vicces? Veritas! Mázoknár, Benny, Bálnatár! Ez meg mi volt? Amikor a varázskamera gonosszá változtatta, küldött egy e-mailt ezzel. Ha Benny gonosszá válna, nyisd meg! Nem hittem, hogy még kapóra jön. Kérlek, ne üsd többet, Nagyi! Tudja, keveseknek áll jól a köpeny. Maga nincs köztük. Ha, már látom a hasonlóságot. Maga a Galen Sinestero kiköpött mása. Csak persze fejjel. Mit tud maga róla? Emlékszem a vére ízére. Még 200 év után is. Hűha! Ezt élvezni fogom. Ez meg mi? Az elméjében vagyok. Erősebb vagy, mint gondoltam. De így sem vagy olyan erős, mint én. Nem maga erős, hanem a Lucifaktor. Fél attól, hogy elveszítheti, ahogy bennem is félelmet keltett. Érzem is. Nem félek én semmitől. Két évszázada senkinek sem volt ehhez elég hatalma. Nem tehet semmit. A hatalom ebben van, nem magában. Maga egy semmi. Ne hajtogasd ezt! A szükséges energiát kivonhatom belőle, és a hatalom bennem lesz, és megszabadulhatok ettől a vacaktól. Csak hogy nem bír vele. Ugyanis fél. Fejezd be! Elég volt! Érzem a hatalmát. A legmélyebb sötétséget. Szánalmas bolond vagy! Most már nem tudsz leállítani! Sarah, gyere! Igen! Állj fel! Már érzem a hatalmat! Klassz második, Randy. Sokkal pörgősebb. Miről maradtam le?
Láthatod a végét, ha most nem lépünk le. Meneküljünk! Gyorsan! Gyere, siess! Benny, gyere már, mozdulj! Számomra nincs határ! Nincs határ! Ha elméletben menekülnünk kéne, nem kéne futni, mondjuk gyorsan. Most hallgass! Várakozunk. Mire? Erre. Megtörtént. Ez szupi robbanás volt! Ethanék bánhatják, hogy lemaradtak róla. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Nemes László, vágó Völler Ágnes, gyártásvezető Kovács Maria, szinkronrendező Malkner József. A szinkront a Disney Character Voices International megbízásából a Masterfilm Digital készítette.